Kürtszó nyitotta meg az átadó ünnepséget leveleken. A most nyílt múzeum, valamint a benne látható tárlat vadászatról, halászatról szóló érdekességeket és egy nem mindennapi életutat mutat be a látogatóknak. Az már megfogalmazódott bennem régebben, hogy a vadászatot, horgászatot és a természetvédelmet valahol majd egyszer meg kellene mutatni a közönségnek, ugye ezeknek a gyerekeknek, akik fogékonyak ezekre a dolgokra, és akkor időközben beugrott, hogy ezt mindenféleképpen, amennyiben nem veszi sértésnek Béla, hogy életében elnevezzünk róla egy múzeumot, akkor az ő nevével fémjeleznénk, és akkor így jött össze a fúzió. Na most nagyon-nagyon sok relikvia van bent, amit orsók, horgász dolgok, amit talán ismeretlenül is felajánlottak és küldtek nekünk horgászok. Még majd abban megpróbálunk a horgász részbe jobban belenyúlni, és természetesen még majd bővíteni a Béla világvadászi trófáit, amiből nagyon sok vár még preparálásra, és akkor, ahogy preparálódnak, érkeznek be a múzeumba. Sesták Oszkár elmondta, a most átadott múzeummal bővül a vármegye turisztikai attrakcióinak köre. A fejlesztést a területi és települési operatív programból finanszírozták. Hagyományosan fejlett és régi múltra visszatekintő horgász-vadász barátságot is szolgálja ez a létesítmény itt egy horgászparadicsom mellett. Biztos vagyok benne, hogy hasznos újabb turisztikai attrakció lesz a vármegye épített örökségekben, természeti értékekben gazdag látnivalói között, és újabb turistákat, látogatókat vonz ebbe a térségbe, majdnem pontosan a mai vármegye közepére. A megnyitón köszöntőt mondott Kovács Zoltán, Magyarország kormányzati kommunikációért felelős államtitkára. Én azt gondolom, hogy az összes itt megjelent, ha úgy teszik, kiemelt vendég, de még inkább a közönség a bizonyíték arra, hogy itt leveleken most összetalálkozott minden olyan dolog, amit a magyar vadgazdálkodásról, vadászatról, természetmegőrzésről, természetvédelemről akarunk tudni és akarunk továbbfejleszteni. 21-ben rendeztünk egy természeti és vadászati világkiállítást, egy a természettel szóval, aminek az volt a lényege, hogy bebizonyítsuk, hogy az emberi tevékenység az nem elválasztható a természettől, és ennek részét képezi a vadászat is. Ennek bemutatására két véglettel lehet igazán jól készülni, kimagasló, kiemelkedő egyéni teljesítményekkel, mint Hídvégé Béla teljesítménye. Épp ez év januárjában volt szerencsém őt méltatni egyébként Dallasban az egyik, a három közül az egyik nagy díj, a Conklin díj átvételekor. És a másik vég, de ez esetben természetesen nem aláfölé rendeltségről beszélünk, hanem egymást kiegészítő, egymáshoz kapcsolódó kezdeményezésekről, azok mindig a helyi kezdeményezések, hiszen egy kiemelkedő személyiség vagy csoportnak a tevékenysége leginkább a helyi közösségekben tud jól megmutatkozni. A múzeum a leveleki víztározó közelében található, és egyre gyarapodó kiállítással várja az érdeklődőket.